Az ötnapos tábort nagyon élvezték a gyerekek Tótfaluban, köztük a tompai Savanya Szintia is, aki már több mint 6 éve kézilabdázik. Nekem nagyon szimpatikus itt egyelőre mindenki, vagy remélem így is marad. Nekem nagyon tetszik, hát eddig minden tökéletes. Tompáról közel 50 gyerek érkezett a kézilabda táborba, ahová elsősorban a 13 és 15 év közötti fiatalokat hozták el. Küzdöttünk nehézségekkel ugye a járványügyi helyzet miatt is, ugye mind Magyarországon, mind Szerbiában is jelen volt. Próbálkozunk fölvenni a versenyt, ugye ez az első ipás pályázatunk, Tótfaluval, hál' Istennek egyelőre jók a helyzetek, nagyon jó kapcsolatot ápolunk, és bízunk benne a jövőben is egyre jobb kapcsolatot fogunk ápolni. Ugye, hogy Tótfalun is, Tompán is lesz 3 táborozás, mind kézilabda, mind judo, mind pedig labdarúgás szakosztályban, valamint ennek a 3 sportágnak lesz egy-egy bajnoksága, ahol megmérettetjük egymással az erőnket, valamint végezetül pedig fogunk tartani egy záró rendezvényt. A közös hang az egyértelműen megvan, kezdenek nagyon jó társaságok kialakulni, nagyon jó kapcsolatot tudunk ápolni velük, és egyre jobban megismerik egymást különböző eseményeken, edzéseken, és ahogy látható, ugye az edzésmunkával is egyre közösebb a hang. Összesen 60 gyerek vesz részt a kézilabda táborban, ugyanakkor az egész projekt alatt közel 300-350 fiatalt tudnak bevonni a programokba. 3 sport kategóriában nyertünk, úgymond labdarúgás, kézilabda és judo szekciókba, és próbáljuk ezt a 3-at minél jobban popularizálni és összevonni. A projekt egészen 2022. februárig fog tartani, és ez idő alatt táborokat, bajnokságokat, valamint a projekt végén egy hatalmas sportfesztivált fogunk rendezni, ahol mind a 3 sportág egy napon fog megméreckedni egymásra. A labdarúgás és a judo már Tótfaluban jelen van, és gondoltuk, hogy még a kézilabdát is megpróbáljuk beindítani helyi szinten, úgyhogy ez a 3 sportágra esett a választás. A jelenlegi kézilabda tábor az 5 napos, vasárnap délelőtt fejeződik, 60 résztvevője van összesen, Tompa részről és Tótfalusi részről. A programok edzésekből állnak, előadásokból, valamint kirándulásokból, amelyek próbálják a gyerekek tapasztalatait szebbé tenni, valamint az edzőknek a tapasztalatcseréjét is átfogni. A következő tábor az már jövő héten lesz Tompán, valamint 2 hét múlva pedig ugyanitt Tótfaluban lesz a judo tábor. A délutáni edzés után bemutatásra került a nemrégiben megjelent a Fiatal Sportolók Táplálkozása című könyv, amelyet a kötet 2 társ szerzője, dr. Lepes Josip és dr. Halasi Szabolcs mutatott be. Nem csak ennek a közösségnek, hanem szélesebb körben is szükségük van rá a személyeknek, illetve a sportolóknak, az aktivitáshoz kötődő személyeknek, sportaktivitásokhoz kötődő személyeknek, mert egy összefogó egy tanulmány, vagy összefogó kiadvány nincsen arról, hogy hogy kapcsolják össze a sportot, és hogy kapcsolják össze a táplálkozást ebben a ennél a korosztálynál. Mert arról van szó, ugye, hogy a felnőtteknél, hogy hogy lehet ezt alkalmazni, de viszont itt, amikor a gyerekek fejlődésben vannak, mert ugye egy 12-18 éves korosztályról beszélünk, akkor hogyan kell kiszámolni a kalóriaértéket, hogy mennyire van nekik szükségük, és persze arra is, hogy milyen fizikai aktivitásban vesznek részt. Hogy hetente csak 10 órát edzenek, vagy hetente edzenek 15 órát, vagy éppen hetente lehet, hogy van, akik 25 órát edzenek, akik már olyan majdnem, hogy profi szintű terhelésben vesznek részt. És természetesen más a kalóriabevitele annak, aki mondjuk gimnasztikával foglalkozik, mint szertornával egy 16-7 éves lánynak, aki 160 centi, neki elég az 1600-700 kalória a sportaktivitások mellett. De viszont egy úszóról beszélünk, mondjuk egy Phelps kategóriai úszóról, neki még 11-2000 kalóriára van szüksége. És akkor ezt, hogy tudja biztosítani az adott szülő, az adott edző, vagy hogy tudja fölhívni a figyelmet erre, erről van szó, hogy mindenképp minél közelebb legyenek ahhoz az értékekhez, a kalóriaértékekhez, ami annak az adott sportolónak szükséges, és ez nem csak azért fontos, hogy neki jó legyen a teljesítménye, hanem nagyon fontos azért is, hogy ne sérüljön le, és a következő terhelés az lehet edzés, vagy éppen mérkőzés, hogy már föltöltődve, szervezetét föltöltődve tudja újból elkezdeni, mert a regeneráció az már rögtön az edzés, vagy a mérkőzés után kezdődik. A társszerző hozzátette, hogy a jövőben igyekeznek több vajdasági településre is eljutni, hogy a gyerekek, a szülők és az edzők minél tájékozottabbak legyenek a sporttáplálkozás kapcsán.